Huszárik Zoltán balkezes volt. Tátszoktatták jobbkezesre. Nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy továbbra is balkézzel rajzolt, többek közt a gimnáziumban Séner Mihály is az egyik tanára volt. Most jön a tanulság. Ez a balkezes momentuma az élettörténetnek számomra egy szabadságszimbólum, a művészi alkotó szabadságszimbóluma. 1968. decemberében a Római Magyar Akadémián megérkezett Zoli. Szinte minden este moziba voltunk együtt, és sétáltunk, és nyilván ez alapozta meg azt is, hogy amikor hazajött, és elkezdte csinálni a Capriccio című kisfilmjét, akkor engem kért föl zeneszerzőnek, és ezt folytattam utána a Szimbád, majd később a Tisztelet az öregasszonyoknak. Nagyon sokszor találkoztunk a idegen nyelvű könyvesboltban a Váci utcában. Bement, és minden könyvet, ami érdekelte, leült, megmutatták, és akkor rajzolt. Valamikor rajzolt, valamikor de ontotta a rajzokat forgatás közben is, és vágás közben is. Még gondolkozott, addig rajzolt.